klímaváltozás ellen. Elkészült a megyei klímastratégia tervezete, amelyet jövő áprilisban fogadhat el a közgyűlés. Népszerű a szakképzés. 8 év alatt 20 ezerrel kevesebb középiskolás jelentkezett gimnáziumokba, derül ki az eduline.hu cikkéből. Elmaradott mezőgazdasági fejlettség. Tiszadobon szervezett fórumot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Elkészült a megyei klímastratégia tervezete. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A megyei klímastratégia megvitatására, véleményeztetésére a megyeházán nyílt lehetőség, ahol az egyes résztvevők cselekvési irányait is bemutatták. A végleges klímastratégiát 2018 áprilisában fogadhatja el a megyei közgyűlés. Erre azért is volt szükség, mert a klímaváltozás jelei már a megyében is érezhetők. Idén nyáron nem volt ritka, hogy napközben akár 40 fokig is felcsúszhatott a hőmérő higanyszála, esténként pedig nem ment 25 fok alá a hőmérséklet. A nyári forró napok, a hőhullámok száma pedig a klímaváltozás következtében tovább növekedhet az elkövetkező években. De a csapadék mennyiségében és intenzitásában, valamint a csapadék képződés idejében is gyökeres változás állhat be. Magyarul a lehulló csapadék az sokkal koncentráltabban fog érkezni, ami azt jelenti, hogy sokkal rosszabbul fog hasznosulni a földeken, amely természetesen az aszály lehetőségét fogja előrevetíteni. A klímaváltozás elei már a megyében is érezhetők. Éppen ezért tavaly decemberben megalakult a megyei éghajlatváltozási platform azzal a feladattal, hogy egy klímastratégiát dolgozzon ki a megye számára. A stratégia célja, hogy csökkentse a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint a helyi közösségüket felkészítse az elkerülhetetlen kockázatokra, és lehetővé tegye az ezekhez való alkalmazkodást. A klímastratégia kialakításakor a szakemberek megvizsgálták a klímaváltozás megyét érintő veszélyeit, illetve azokat a kulcslépéseket, amelyekkel a káros hatások elkerülhetők. Ezek alapján határozták meg a legszükségesebb feladatokat. Egyik legfontosabb célnak az öntöző víznek a megtartását jelölték ki, hiszen elég sok víz átfolyik a megyénken, és még mindig ugye a nyári hónapokban, amikor 40-42 fokok vannak, ugye szenvednek a növények, nincs megfelelő öntöző víz. A másik téma az úgynevezett gyors viharokra való felkészülés. Ugye láttuk azt, hogy egy-egy gyors vihar, jégeső milyen komoly károkat képes tenni a különböző települési épületekben, főleg itt a kis települések vannak kitéve, illetve a városok esetében pedig a zöld felületeknek a csökkentése oda vezetett, hogy néha térdig, amikor egy nagyobb eső van, térdig gázolhatunk a vízben. A klímastratégia kidolgozása során valamennyi érintett területen sikerült előremutató lépéseket tenni. Pontosan ez a lényeg, hogy nem csak egy területet akartunk kiemelni, hanem minden egyes olyan lépést szeretnénk megtenni, amely hozzájárul majd ahhoz a célhoz, amiért már az előbb is említettem, hogy valóban egy olyan stratégia készüljön el, amely aztán nem az asztalfióknak készül, hanem majd valóban olyan stratégiai lépéseket tud majd megvalósítani, amellyel tudjuk csökkenteni, illetve meg tudjuk előzni azokat a változásokat, amelyeket a klímaváltozás okoz az életünkben. A megyei klímastratégia tervezetének megvitatására, a cselekvési lehetőségek bemutatására a megyeházán nyílt lehetőség. Az itt felmerült javaslatok alapján átdolgozzák a klímastratégiát, amit ezt követően fogadhatnak majd el. A Klímabarát Települések Szövetségének meg kell küldenünk ezt az egyeztetési verziót, amint jóvá hagyta a településet a szövetség, azt követően közgyűlés elé kell vinnünk az anyagot, és a jövő áprilisban várható végleges stratégia. A végleges megyei klímastratégia példaként szolgálhat majd a településeknek saját klímastratégiájuk kidolgozásához is. A tervek között szerepel az is, hogy a jövőben egy határon átnyúló regionális klímastratégiát is kialakítanak. Mintegy 20 ezer fővel csökkent a gimnazisták száma az elmúlt 8 évben, derül ki az eduline.hu cikkéből. Amíg a 2009-2010-es tanévet több mint 201 ezer középiskolás kezdte gimnáziumban, 2016-2017-ben ez a szám közel 182 ezer volt. Ennek nem csak demográfiai okai vannak, hanem egyre többen választják a szakképzést, ezt erősítette meg helyi vonatkozásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke is.
Évértékelő megbeszélést szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. Feladatai között szerepelt többek között a javaslatok beadása a hiány szaképesítésre, valamint a beiskolázási arányokra vonatkozóan aktualizálták a megye szakképzés fejlesztési stratégiáját. Ennek célja a helyi munkaerő teljes mértékű kiszolgálása. Ez azért is fontos, mert az elmúlt 8 évben 20 000-rel csökkent a gimnáziumokban tanulók száma, és egyre inkább emelkedik a szakképzést választók aránya. A lassan talán megforduló tendencia Szabolcs megyében is tapasztalható. Itt is érzékelhető, hogy van egy eltolódás a szakképzés irányába, hiszen nagyon fontos az, hogy a fiatalok, amikor kikerülnek az életbe, akkor olyan szakmát gyakoroljanak, amivel el tudnak helyezkedni, illetve aktív részesei válhatnak a társadalomnak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kamara felhívja a tanulóknak a figyelmét arra, hogy milyen szakképesítések azok, amelyek hiányoznak a megyében. A hiány szakmák megyénként eltérőek. Ebben a tanévben Szabolcsban is leginkább a műszaki szakmák tartoznak ide, ilyen például a hegesztő, a CNC esztergályos, illetve az építőipar területén a kőműves és a festő. De a mezőgazdaságnak és a szociális szférának is vannak olyan hiány szakképesítései, amelyek még hiányoznak a megyében. Duális képzés keretében tanulói szerződéssel a hiány szakmát választók pedig ösztöndíjat is kapnak. Ezzel is próbálják ösztönözni a diákokat. Ez azért is fontos, mert nem mindenhol van fiatal utánpótlás a munkavilágában. Nagyon nehéz megélni, amikor a cégek azt mondják, hogy nincs szakember. Nyilván annak örülünk, hogy elhelyezkednek, és minél kevesebb olyan ember van, aki munkanélküli, de szeretnénk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Így szinte minden iskolánkban ajánlunk föl hiány szakképesítéseket, és ezeket azért is ajánljuk a tanulóknak, mert ösztöndíjat kapnak. Ösztöndíjat tanulmányi átlaghoz viszonyítva kaphatnak a diákok, 2,51%-tól havi 10 000 forintot, a legjobban tanulók pedig havi 30 000 forintot. A tanuló szerződésesek ezen felül még plusz jutatást is kapnak. Gurbánné pap Mária hozzátette, egy hónapban akár 70-80 000 forintot is kereshetnek a szakközépiskolások. Hazánk mezőgazdasági fejlettsége és felszereltsége az európai szinthez képest évekkel elmaradottabb, hangzott el Tiszadobon az Agria, vagyis a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének régiós fórumán. A rendezvény témája a hatékony növényvédelem és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok megoldása volt. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, vagyis az Agria több mint 25 éve működik. A társaság a 40 év alatti fiatal gazdákat fogja össze országosan, és szerveznek számukra konferenciákat. Ezek célja, hogy szakmai tanácsokkal segítsék a gazdák munkáját, valamint, hogy egymást is megismerve jövedelmező kapcsolatokra tegyenek szert. A keddi tiszadobi fórum témája a növényvédelem volt, de minden héten más tematika köré hívják meg az előadókat. A témákat mindig egy előzetes felmérés alapján a gazdákkal egyeztetve, ami ugye korábbi egyeztetéseket jelent, hogy mi az igény, mire van esetleg olyan kérdéskör, ami esetleg nem lett kibontva részükről, vagy átláthatatlan, vagy nehezen értelmezhető. A gazdák adják ezt az irányt tulajdonképpen, meg azok a napra kész információk, vagy jogszabályváltozások, amik esetleg meg tudják adni ennek a ritmusát. A Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központok hálózata az ország 5 pontján rendelkezik önálló központtal. Tiszadob, Szegvár, Kecskemét, Soponya és Kúny településein tartanak rendszeresen fórumokat. Egyrészt szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy nálunk nagyon jól kiépített a növényvédő szakmérnökök hálózata, az Országos Növényorvosi Kamara nagyon sokat segít a gazdákban, a gazdák nagyon tudatosak is. Viszont olyan szempontból nehezebb dolgunk van talán, hogy Európában már évek óta működnek ezek a programok, amiket mi is próbálunk meghonosítani. Sokkal hamarabb elindultak azok a folyamatok, amiket mi még csak most próbálunk. Próbáljuk a gazdák figyelmét felhívni arra, hogy nem csak az a fontos, hogy a napi munkát elvégezzék, hanem valóban előre gondolkodva érdemes a növényvédelmet és az egész gazdálkodást véghez vinni.
A hozzáálláson és az igényelhető támogatásokon túl a hosszú távon is fenntartható és jövedelmező gazdálkodáshoz elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata. Mindezek nyomon követhetőségét segíti a gazdálkodási és permetezési napló. Az input anyagok mennyiségét tudja nyomon követni, valamint az adott területek termés mennyiségeit is nyomon tudja követni, ezáltal egy költséghatékony gazdálkodás kialakítható. A következő tiszadobi szakmai nap november 14-én kedden lesz, melynek fókuszában ezúttal az öntözés áll majd. Újra lehet pályázni az úgynevezett Autoplusz támogatásra a mozgássérülteknek ebben a körben december 11-éig. Ennek köszönhetően gépjárművásárlásra kapnak támogatást jóval nagyobb összeget, mint amely a hagyományos gépjármű szerzésre kapható, közölte Székely József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének tagja Nyíregyházán, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületének rendezvényén. Interaktív előadásokkal, gyakorlati programokkal és egyéni konzultációkkal segítették az esélycentrumba látogató mozgásukban korlátozott fogyatékossággal élőket. A program célja az esélyegyenlőség megvalósulását segítő tréning bemutatása, illetve a mindennapi élethez szükséges eszközök bemutatása és hozzájutásuk lehetőségének biztosítása volt. Gyakorlatilag mi azt szeretnénk, hogy ismerjék meg úgy az otthon élők, mint az intézményekben lévő ellátó személyek, vezetők, azokat a lehetőségeket, korszerű eszközöket, amivel a mindennapi otthon, illetve gondozó helyeken megkönnyíthetik a munkatársak vagy a családtagoknak a mindennapi életüket. Az alapítvány fő célja a különböző korlátozottsággal élők esélyegyenlőségének elősegítése. A célok között fontos kiemelni a fiataloknak szóló egészségnevelő programokat is, amely segíthet közelebb hozni az egészséges embereket a fogyatékkal élőkhöz. A rendezvényen lehetőség volt a különböző mozgássegítő eszközök működésének megtekintésére és kipróbálására is. A mai napra a következő csomagunkat hoztuk el, ez pedig egy olyan kombinált csomag, ahol részben ismeretanyagokat adunk át, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor nem csak pénzkérdése, hogy egy-egy olyan eszközt nem használnak, akár a rászorultak, akár a szakemberek is, ami egyébként az ő mindennapjaikat, életvitelüket minőségileg jobbá tenné, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnak róla. Vagy ha tudnak róla, akkor nem tudják, hogy kell használni. Sokak számára nagy segítséget jelenthet a 2017-es év tavaszán indított Autoplusz pályázati lehetőség. Ennek célja, hogy a nagyon súlyos mozgássérültek is hozzájussanak olyan gépjárműhöz, amely megkönnyítheti mindennapi életüket. A pályázat másodszorra jelenik meg, a beadási határidő pedig december 11-e. Ennél a pályázatnál az a lényeg, és valahol úgy gondolom egy óriási segítség, hogy itt a pályázat, tehát a megnyerhető összeg jóval magasabb, mint ugye a hagyományos gépjármű szerzési támogatásnál, hisz itt a támogatásnak az összege a gépjármű vételárának akár az 50%-a is lehet. A programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, akik szakorvosi indikáció alapján kerekesszéket használnak. Sem a magáncsődrendszeres, sem a végtörlesztés lehetősége, sem pedig a forintosítás nem tudta megoldani a devizahitellel küszködők problémáját, hangzott el az MSZP hétfői délutáni sajtótájékoztatóján. A párt részéről mind Veres János megyei elnök, mind pedig Legény Zsolt országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, a jelenlegi gazdaságpolitika nem teszi lehetővé a devizahitel tartozások rendezését. Az előrelépéshez szerintük elsősorban kormányváltásra lenne szükség. A Magyar Szocialista Párt ezen kívül egy 3 pontból álló javaslatcsomagot dolgozott ki a devizahitelesek megsegítésére. A legfontosabb az, hogy a Nemzeti Banknál az árfolyam változásból adódó elmúlt években keletkezett mintegy 270 milliárdos nyereséget erre a célra fordítsuk fel, használjuk fel. A második, hogy ne lehessen senkit sem kilakoltatni, nem csak a téli időszakban, hanem az azt követő időszakban is. És a harmadik dolog pedig arról szól a javaslatban, hogy ne csak azok nyerhessenek, akik annak idején előtörlesztettek, hanem mindazok, akik a későbbiek során még devizahitellel rendelkeznek, azoknak is legyen olyan fajta kedvezmény az állam részéről, amely segíti, hogy ők is talpon tudjanak maradni.
Gépszemlét tartott a Nyírvévé Nonprofit Kft. Kedreggel a téli hószolgálat során összesen 17 munkagépet és 17 gépjárművet használ a társaság. Ezek műszaki felkészítését végezték el a hideg időjárásra. 5 darab nagy teljesítményű sózó tológép, 3 darab MTZ-82-es traktor, 2 darab homlokrakodó, 6 darab kommunális kisgép, 13 darab kis teherautó és még számos kiegészítő jármű áll a Nyírvévé rendelkezésére a téli időszakban. A munkagépek műszaki átvilágítása történt meg kedden reggel a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársaival együtt a cég nyíregyházi telephelyén. Ezek a gépek takarítják majd a városi tömegközlekedési útvonalakat és az aszfaltozott utakat. Vannak köztük olyan járművek is, amelyek kerékpárutak, parkolók, belvárosi járdák térbúkolatok hótolási feladatát látják el. Megfelelő mennyiségű eszköz áll rendelkezésünkre, összesen 34 gépet tudunk bevetni erre a feladatra. Gyakorlatilag a teherautótól a kis traktorig, nagyobb teljesítményű traktorokig, rakodógép, gréder, illetve személyszállító, kisbusz és kis teherautók is rendelkezésre állnak. Ezzel az összes olyan feladatot el tudjuk látni a városban, ami egy téli időjárási körülmények között felmerülhet. A téli síktalanítás során több mint 260 km szilárd burkolatú utat, 337 km hosszú burkolatlan utat, 52 km hosszú kerékpárutat és több mint 15 ezer parkolót, buszöblöt és járdát kell a Nyírvévé munkatársainak felügyelni és takarítani. A sikosítást különböző anyagok használatával történik, figyelve a környezetvédelmi előírásokra is. Elsősorban tiszta só, illetve fűrészporos sókeveréket használunk parkokban, illetve olyan területeken, amihez zöld felületek kapcsolódnak, ott pedig környezetkímélő anyagokkal próbálunk meg védekezni. Az útkezelési szabályzat szerint a társaság először a tömegközlekedési útvonalakat, majd a járdákat és kerékpárutakat, ezt követően pedig az összekötő és szervízutokat síktalanítja. ...31-26-os vereséget szenvedett a Kisvárda a Siófoktól a női kézilabda NB1 hetedik fordulójában. Mátéfi Eszter együttese a mérkőzés nagy részében hátrányban játszott, a pontszerzés pedig végül nem jött össze az idén jelentős játékerőt képviselő nemzetközi erőkből álló Siófokkal szemben. Igazi nemzetközi csapattal érkezett Kisvárdára a Siófok. Szerb, francia, horvát és román játékosok is szerepeltek a keretben, a gárdát pedig a szövetségi kapitány testvére, a dán Lars Rasmussen trenírozta. A mérkőzést jól kezdte a Kisvárda, a 10. percben 4-3-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Aztán fordult a kocka, és a Siófok fokozatosan átvette a meccs irányítását, és a vezetést is. Mégpedig olyannyira, hogy előbb 4, majd 5 gól is volt már a különbség a 22. percben a Balatonpartiak javára. Az első játékrész végén aztán Tréscsuk és Rosa góljaival feljött a Várda, és 15-14-es vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben aztán az egyenlítés is összejött a Kisvárdának, ám hiába volt 16-16 az eredmény a 32. percben, 3 minutummal később már ismét a Siófok ment 3 góllal, majd a 39. percben már ismét 5-tel, többek között Zuknelli remeklésének is hála, aki nagyszerűen szállt be a játékba a vendégeknél. Innentől kezdve is a 3 és az 5 gól különbség váltakozott, a vége végül 5 lett, 31-26-ra győzött a Siófok. Match very difficult. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, mert egy olyan csapat ellen tudtunk ma nyerni, amely komoly játékerőt képvisel. Ez egy nehéz terep mindenkinek. De ezt a győzelmet beárnyékolja valamennyire az, hogy a hazaiak játékosa Tréscsuk Krisztina megsérült. Remélem, hogy nincsen komoly probléma, a legfontosabb tényleg, hogy minden játékos egészségesen fejezze be a találkozót. Így minden jót kívánok neki. Egy jó, küzdelmes mérkőzés volt, a saját csapatom teljesítményére pedig büszke vagyok, és nagyon örülök a győzelemnek. Fogalmazott a Siófok vezetőedzője, Lars Rasmussen. Mátéfi Eszter nem örül a vereségnek, ugyanakkor a meccsképét látva megérdemeltnek tartja a Siófok győzelmét. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Az első fél időben már nagyon sok olyan ki nem kényszerített hibát követtünk el, amivel hagytuk az ellenfelet nagyobb gólkülönbség előnyre szert tenni. Utána rohantunk az eredmény után. Fél időre sikerült visszajönnünk 2 gólra, és hát sajnos a második fél időben is voltak nagyon rossz szakaszaink, hagytuk az ellenfelet ránk rohanni. Erre készültünk, hogy próbáljuk meg csökkenteni a gyorsindítások számát. Hát sajnos nem tudtuk ezt igazán megvalósítani, és ezért is nem sikerült pontot vagy pontokat szerezni mai napon. Nagyon bízom benne, hogy a Trisnek a
sérülése nem nagyon súlyos, és jövő héten a Magyar Kupa mérkőzésen a csapat rendelkezésére áll. Triscsuk Krisztina felépülése pedig azért is fontos lenne, mert a kisvárdai játékos meghívót kapott a világbajnokságra készülő magyar válogatott bőkeretébe is. A Kisvárda november 8-án a Magyar Kupában a szintén NB1-es, jelenleg 11. Kecskemétet fogadja hazai pályán. A mérkőzést felvételről közvetítjük november 9-én csütörtökön 20 óra 25 perctől. Megyei rangadón találkozott egymással a Kölcsei DS-e és a Máté Szalkai MTK a női kézilabda MB2-ben. A mérkőzés kiélezett küzdelemben csak a végén dőlt el a Kölcsei javára, amely 30-28-as sikerével véget vetett a szalkaiak idei veretlenségének. Rangjához mérten izgalmas és küzdelmes mérkőzést hozott a női kézilabda MB2 megyei rangadója, a Kölcsei és a Máté Szalka összecsapása. Mind a két csapat jó formában van az idei szezonban. A találkozó előtt a Kölcsei 3 győzelme mellett egy vereséget szenvedett, míg a tavalyi bajnok szalkaiak eddig veretlenként vezették a bajnokságot. A vasárnapi mérkőzésen mind a két csapat egyértelmű győzelmi szándékkal lépett pályára. A sikerért kezdetben a Kölcsei tett többet, sikerült jelentősen meglépniük ellenfelüktől, már 7 pont különbséget is mutatott az eredményjelző. A második félidő elején aztán magára talált az éllovas, nagyszerű kapus teljesítmény mellett le is dolgozták hátrányukat. A vezetést azonban nem sikerült megszerezniük a szalkaiaknak. Hadobás István együttese a második játék rész vége felé mindig egy-két góllal magánál tudta tartani az előnyt. Végül szoros végjátékban a Kölcsei 2 góllal bizonyult jobbnak, és győzött 30-28-ra a Máté Szalka ellen. A hazaiaknál Hadobás István elégedett csapata teljesítményével, örül annak, hogy bár elfáradt a csapata a hajtós meccsen, azonban túl tudtak jutni a hullámvölgyön. Egyrészt tényleg egy nagyon jó hajtós kemény meccs volt, az első fél időben álomszerűen játszottunk, viszont sajnos fél időben megmondtam, hogy ez lesz, hogy kicsit megnyugszunk, kicsit tompul majd a figyelem, ráadásul egy nagyszerű ellenfél ellen játszottunk, nem kell elfelejteni, hogy a tavalyi bajnok és a mostani listavezető, úgyhogy igazán jól kellett játszanunk, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy a végén kicsit fordított vesztett állásból is sikerült újra talpra állni, rendezni a sorokat, néhány kis taktikai finomítással, és hát bravúros értékes a győzelem. Vakarcs Krisztina szerint az első félidőben nyújtott teljesítményük nagyban hozzájárult vereségükhöz. Én azt gondolom, hogy az első fél időben túl sok esélyt adtunk az ellenfélnek, nagyon nem voltunk a topon a védekezésben, és nem volt kapus teljesítményünk, és az a 7 gól az nagyon nehéz volt behozni, de sikerült, hál' Istennek, hát néha nem értettem együtt a bírói döntésekkel. A Máté Szalka nem csupán veretlenségét vesztette el, hanem a két elhullajtott pont alatt a tabellán az első helyét is, amelyet így a Lóci vett át. A Kölcsei pedig győzelmével a negyedik, holt versenyben a harmadik helyezettel, illetve egy ponttal lemaradva az egy mérkőzéssel többet játszott Máté Szalkától és Lócitól. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Klímaváltozás ellen elkészült a megyei klímastratégia tervezete, amelyet jövő áprilisban fogadhat el a közgyűlés. Népszerű a szakképzés, 8 év alatt 20 000-rel kevesebb középiskolás jelentkezett gimnáziumokba, derül ki az eduline.hu cikkéből. Elmaradott mezőgazdasági fejlettség, Tiszadobon szervezett fórumot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 7-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap már több lesz a felhő fölöttünk, és lassacskán az esernyőkre is szükség lehet. Hazánktól délre egy mediterrán ciklon örvénylik, amely közelebb kerül a Kárpát-medencéhez, így fölöttünk is megnövekszik a felhőzet, és kevés esőre is számíthatunk. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható, majd hajnaltól ismét megnövekszik a felhőzet, azonban csapadék még nem valószínű, a keleti szél viszont helyenként megélénkül, reggelre általában 2 fokig csökken majd a hőmérséklet.
Holnap napközben eleinte még lehet egy kevés napsütés, de jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délutántól már számíthatunk gyenge esőre, amely kisebb megszakításokkal és változó intenzitásban köszönt majd hazánkba. A keleti szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet és melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken több napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. A folytatásban egy hullámzó hidegfront érkezése határozza meg időjárásunkat. A hétvégén egyre több lesz a felhő, vasárnaptól pedig már csapadékra is számítani kell, hétfőtől viharos széllökésekkel tarkítva.